Kiemelések Berta Dudde közléseiből, az isteni tanításokból. Szerkesztette Szondi Miklós. 17. fejezet. Hit. Az értelem szerinti gondolkodásban óhatatlanul hiány van, amit csak a hit tud kitölteni. Az emberiséget már nem lehet valami jobbra tanítani, ha teljesen kikapcsolták a hitet. Akiben jó akarat van, az érzi a meggyőződést, hogy helyes úton jár. Tehát bizonyítékok nélkül is tud hinni, mert tudja, hogy az a helyes, amit hisz. Ez a világ és a szellemi birodalom teljesen különböznek egymástól, és csak a hiten keresztül kapcsolódnak. Az embernek joga van arra, hogy visszautasítsa azt, amit nem tud elfogadni. Természetesen feltétel, hogy jó akarattal és előítéletmentesen vizsgálódjon. Tehát ne higgyen vakon, és mindent gondoljon át, amit el akarnak fogadtatni vele. De Isten támogatását kérje ehhez, hogy szelleme helyesen tanítsa. Ez az igazság utáni helyes vágy megkapja az igazságot, és azt fel is ismeri. Csak a hívő ember hallgatózik befelé. És csak a szerető szív érti meg hangomat. Az ilyen emberrel tehát belsőséges kapcsolatba lépek szavaimon keresztül. Belőlem árad a szó, bizonyságot ad rólam. Magam mondom neki a szavakat, énem kisugárzása érthető gondolatokká alakul, vagy zengő hangként szólal meg szívében. Szeretetemből nem vesznek észre semmit a bennem nem hívők mert vakon járkálnak, és akaratuk ellenére nem lehet szellemi világosságot gyújtani bennük. Nem élnek szeretetben, mert a világ és örömei csak önszeretetüket ébresztik és erősítik. Ezért hinni sem tudnak, mert a hit szeretetből fakad. Hitetek olyan erős legyen, hogy elevenen érezzetek magatok mellett, velem egyesülve működjetek, így ejtsétek ki nevemet, így áldjátok meg a betegeket az én nevemben. Az embereknek olyan távoli Isten lettem, hogy már nem értik a bensőséges kapcsolat lehetőségét velem, amivel pedig akaratuk szerint használhatnák erőmet. Mindig tudok segíteni, és fogok is mindig. Ezt a hitet viszont csak a felebaráti szeretet gyakorlásával érhetitek el. Mert csak a jó tettek kapcsolódnak össze velem. Csak ez biztosítja az erő átvitelt, ami kiáramlásomként feltétlenül visszavezet hozzám. Az ember tehát tanuljon meg hinni, és ha komolyan törekszik felfelé, ezt meg is teszi. A hívő ember gondolkodik a dolgokról, és az Istennek tetsző életre belülről kapja az ösztönzést. A forma szerint hívő ember számításból cselekszik, teljesít törvényt vagy visz végbe határozatokat. A megígért jutalom vagy a büntetéstől való félelem készteti a parancsok teljesítésére. Nagy szellemi terület tárul föl előttetek, ha én taníthatlak. Aki kívánja és szeretetben élve képes azt megérteni, mindenkihez eljuttatom az ismeretet. Ez olyan terület, ami csak az értelmükkel kutatók előtt zárva van. Nem bizonyítható, és nem is kap bizonyítást, amíg a szellem fel nem világosít belülről, mert ez lesz a bizonyíték számotokra, hogy valódi ismeretben éltek. A továbbélés nem bizonyítható, mivel nem befolyásolhatja félelem a földi életet. Minden továbbélésre vonatkozó bizonyíték félelmet okozna azoknál, akik nem szabad akaratból törekszenek magasabbra. Akik biztosak a továbélésben, és ebben hisznek, azért hisznek, mert fölfelé törekszenek. De a félelem szülte törekvés nem vezet tökéletességre. Szelleménségben van minden ember, akinek hiányos a hite. Aki csak él bele a világba figyelmen kívül hagyva feladatát, lelke fejlesztését. És az is, aki a bűnök adóságát, a földi élet okát szaporítja a helyet, hogy csökkentené, mivel áldozatául esett ellenfelemnek, aki örökre tönkre teszi őt. Bár Isten és a Teremtő léten nem bizonyítható, de higgyétek, hogy van. És ha hisztek, akkor meglátjátok magatok is az engem tanúsító bizonyítékokat mindabban, ami körülvesz. Elgondolkodva ezeken, eljuthattok a belém vetett hithez. Csupán azt akarom, hogy ne menjetek gondolkodás nélkül át az életen, és ne csak a világra figyeljetek, ne higgyétek, hogy öncélú a földi élet. Bízzatok szavaimban, higgyétek el, hogy szeretetem őrködik fölöttetek, és megvédelek ellenfelem támadásaitól, ha földi és szellemi szorongatásotokban nálam kerestek menedéket. Akaratotok biztosítja segítségemet és védelmemet is. Csak akaratotokat értékelem, és ennek megfelelően vagytok az én kezeimben, vagy ellenfelem kezeiben. A gyenge hit az oka a lelket nyomasztó gondolkodásnak és bátortalanságnak. Egyfajta kényszerhelyzet a léleknek, amikor hite megerősödéséért időnként válságba jut. Mivel ez az állapot terhes neki, jobban küzd, és meg akar szabadulni ebből. Egyedül a szeretetben eltöltött élet teszi elevenni a hitet így kerüli el a veszélyt, hogy bármit is elhiggyen ellenfelemnek. Mert az eleven hit visszaállítja velem a kapcsolatot, és megszüntet minden szellemi hiányt. Amikor az embernek már van a hite, hiszi, hogy hatalmam van, és meg van győződve, hogy szeretetem folytán segítséget kap. Nyilvános csoda hitre késztetni az embereket, és ez nem segítené szellemi fejlődésüket, mert az Istentől való félelem soha nem tudja pótolni a szeretetet, amit éreznie kell, ha hozzám akar csatlakozni. A csoda félelemre készteti csupán az éretlen embert, de nem szeretetre. A szeretet nélküli hitet nem lehet igazi hitnek nevezni. A hitet a szeretet teszi elevenné, és szeretet nélkül felismerés sem lehetséges, mert az értelem egy magában soha nem tudja kikutatni az összefüggéseket. Viszont egy szeretőszívű ember könnyen rájön. Minden szeretetből végzettet világosságot ad, és amit az embernek hinnie kell, azt egyre jobban megérti, és ha elfogadja, úgy eleve hite lesz. Akiben van jó akarat. Annak helyesen kormányozzák a gondolkodását, még akkor is, ha eddig nem akart semmit elfogadni. De a vakhit értéktelen. Csak a benső meggyőződésből való hithoz áldást. Benső meggyőződésből való hitet csak akkor lehet szerezni, ha az ember ismerethez akar jutni, ha magyarázatot akar kapni a rejtett dolgokról, Isten titkairól, amiket az értelem nem tud megoldani. Át kell gondolni a hit tanításait mielőtt gondolati értékké válhatna. Enélkül csak vakitről lehet szó, ami Isten előtt teljesen értéktelen. Hogy megfelelően erős legyen a mélyen hívő emberhite, annyira bensőséges kapcsolatban kell lennie velem, hogy már nem érzi magát egyedi embernek. Belőlem való résznek érzi magát, amely elválaszthatatlan tőlem és ezért átjárja a belőlem eredő erő. Állandóan maga körül érez engem, annyira biztos jelenlétemben, hogy ezzel a meggyőződéssel gondolkodik, beszél és cselekszik. A hit hegyeket képes áthelyezni. Tegyétek sajátotokká valamennyien ezt a mély hitet, és már itt a földön megtehettek mindent. Először alakítsátok szeretetté magatokat, és akkor hitetek ereje is megnövekszik, elevenné válik, azaz tevékeny lesz. A szeretet nélküli hit halott marad, csak betű szerinti hit, de hiányzik belőle minden erő. Egy csendes köszönet, alázatos szó, az akaratom szerinti szeretetteli élet és a belénvetett hit valóban megőrvendeztet, magasztalást és dicsőítést jelent. Viszont embertestvéreitek előtt valljatok meg fennhangon engem, a beállítottságotokat. Szabadon és nyíltan valljátok meg hozzám tartozásotokat, és ne féljetek a következményektől. Az igazi gyermek csak olyat kér, ami nem okoz kárt lelkének. Rám bízza magát, és én úgy irányítom gondolatait, hogy tiltakozzon minden kívánság ellen, ami gátolná a szellemi fejlődését. Az igazi gyermeki viszony garantálja a megvilágosult szellemet. Azt akarom, hogy minden testi, lelki szükségetekben reámbízzátok magatokat, és én segítelek, ahogyan megígértem, ha eleven a hitetek. Ha bensőséges kapcsolatban maradtok velem, semmilyen szükség nem tud megijeszteni, mert szeretetem ereje rendelkezésetekre áll minden mértékben. Életetek végéig gondozlak benneteket testileg, lelkileg. Ha ezt hiszitek kételkedés nélkül, eltűnik belőletek minden nagy szerencsétlenségtől való félelmetek, mivel kegyelmemmel és erőmmel le tudjátok azt mindig győzni. Igyekezzetek állandóan emelni hitetek szilárdságát, mert akkor minden kéréseteket teljesítem. Az erős hitnek magas fokú szeretet a kísérő jelensége. A magas fokú szeretet magasabb fokú tudást biztosít. Így már tudásban és igazságban él az ember, nem kér semmi olyat, ami ártalmára van, és mivel hisz, állandóan kiteljesedik. Aki Jézus Krisztusban hisz, az tudja, hogy nincs elveszve, és minden bajában a kereszthez menekül. Biztos, hogy nem kér hiába. Elviselhetőbb lesz szenvedése, erősebb akarata, és minden szellemi és testi szükség legyőzésével növekszik ereje. Megállja élete küzdelmeit, eredményes lesz életútja, szellemileg erősödik, és elnyeri az örök életet. a megszálló szellem kihajtása a belém vetett igaz hittel és helyes beállítottsággal lehetséges. Ekkor a többi ember segítségére is szükség van, mert a szellemi erők nem adják át könnyen a test fölötti uralmukat. Távozik, ha az emberek teljes komolysággal Jézus Krisztus nevét hívják segítségül. De a legnagyobb hittel kell elém járulni, hogy a szellem megparancsolhassak, és az elhagyja a testet. A hit arra ösztönzi az embert, hogy elsősorban befelé figyeljen. A belső hang felfogása kifinomult érzékelés, egyben szükséges is, mert a földitől a szellembirodalomig kell létrehozni kapcsolatot. A szellemi birodalom felé forduló gondolkodásnak azzal a szilárd akarattal kell párosulnia, hogy Istennek szolgáljon. Mindkettő kifinomult fogékonyságot ad, és csak ezt teszi lehetővé hangom felfogását. Sikeretek nagy tényezője a szilárd hit, ami csak ott van, ahol szeretet is van. Ha gyenge lesz a segítségembe vetett hitetek, úgy mutassátok meg komolyan szívetekben, hogy én vagyok maga a szeretet, hogy szeretlek benneteket, és ezért semmit nem tagadok meg tőletek, csak ami kárára lenne lelketeknek. Ne feledkezzetek el rólam. Gondolatilag állandóan legyetek kapcsolatban velem, és akkor én is mindig jelenvaló leszek. Ahol én vagyok, ott nem lehet semmi rossz, mindig van segítő, aki megszünteti a szükséget. Megígértem. Ha mély a hitetek és korlátlan bizalmatok, akkor nem jöhet olyan kérés felém, amit ne teljesítenék. Én csak a hitetek mélységét vizsgálom. Ez kérésetek teljesülésének biztosítéka. A szavakra nem figyelek, annál jobban az odaadásotokra. Azt pedig a mélységes hit adja meg. Csak a lélek tükrében olvasok, és ismerem a hit mélységét és bensőségességét. Fel akarlak készíteni, hogy magába fogadhasson a világosság szférája. De ez csak úgy lehetséges, ha belénvetett hittel, szeretetből induló cselekedetekre határozzátok el magatokat. Amikor szerettek engem, benső ösztönzésből teszitek a szeretet cselekedeteit. És hogy megtanuljatok szeretni, kinyilatkoztatom nektek magamat. Vége a 17. fejezetnek.